Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, melynek témája a Mi Hazánk mozgalom azonnali hatállyal kiutasítaná azokat a külföldi állampolgárokat az országból, akik megsértik Magyarország kultúráját. Mint ismeretes, a napokban a Szent István bazilikának az oltárára mászott fel egy 20 éves nigériai fiatal mesztelenül, aki nem mellesleg a Debreceni Egyetem hallgatója, cserediáként, így ösztöndíjban is részesül, és a legmegdöbbentőbb az egészben talán az, hogy nem először próbált ilyen cselekményt elkövetni, és mégsem tiltották ki Magyarországról. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy a Fidesz elhibázott gazdaságpolitikájának köszönhetően, mivel egyre több vendégmunkás jön az országba, ezek a cselekmények egyre inkább és egyre sűrűbben fognak előfordulni. Éppen ezért mi elejét szeretnénk venni ennek, és akik nem tisztelik a hagyományainkat, nem tisztelik a kultúránkat, azt gondoljuk, azokat azonnali hatállyal ki kell utasítani az országból.